Brutális erő és fejedelmi luxus, a prémium német automárka zászlós hajója a Strada ördöge. Az S8-as Audit valószínűleg nem a gyorsulása miatt választják, de ha hirtelen kell elindulni, 4 másodperc elég a 100-as tempóhoz. Újonnan minimum 38 millió forint, bérlése több 100 000 forint havonta. Ilyen autót használt Ceglédi Csaba, a Humán Operator ZRT igazgatóságának elnöke, ez a vagyonnyilatkozatából derült ki, mint ahogy az is, hogy havonta bruttó 2 400 000 forintos fizetést kapott, miközben a cég által működtetett iskola szövetkezet a gyanú szerint nem fizette be a diákmunkások után a közterheket. A szombathelyi MSZP elnökségi tagját június közepén helyezték előzetes letartóztatásba. A gyanú szerint 9 társával együtt több mint 3 milliárd forintos kárt okozott. Az ügy kirobbanásakor már több száz diáknak tartoztak a fizetésükkel, ők azóta is hiába várják a pénzüket. A Fidesz szerint az MSZP-nek és a DK-nak korábban ügyvédként is dolgozó Ceglédi ügyében a két párt, ahogy fogalmaznak, a füle botját sem mozdítja. Továbbra is falaznak Ceglédi Csabának, és védik őt, és mindent megtesznek, hogy eltusolják ezt az ügyet. Az MSZP sajtófőnöke azt mondta, a Fidesznek a saját politikusaival kellene foglalkoznia, például Mennyi Rolanddal, aki már nem csak gyanúsított, hanem vádlott egy ügyben. Ők ebben a pillanatban is a Fidesz frakció tagja, és felveszi a fizetését, ami milliós nagyságrendű, de hogy egy kisebb halról is beszámoljak, úgy hívják Vörös Marti Attila, ő pedig a Bács-Kiskun megyei Fidesz frakció tagja, aki szintén egy 450 milliós bűncselekménybe ül most a szegedi bíróság előtt. A demokratikus koalíció azt közölte, semmi közük Ceglédi Csaba üzleti kapcsolataihoz. Szeretük volna a kérdéseinket feltenni az I Love Diákmunka Iskola Szövetkezetnek és a Humán Operator ZRT-nek is, de az irodájuk hetek óta zárva van, vonalas telefonjaikat pedig kikapcsolták, e-mailes megkeresésünkre pedig nem reagáltak. Liteuszki Balázs, RTL Híradó, Budapest.